Farkasferenc sorozat harmadik estjének izgalmas műsora Észak-Európa zenéjéről adott színes körképet. A koncerten a skandináv zene elhivatott szakértője Bogányi Tibor vezényletével, Grieg zongora versenye és Rautavaara szimfóniája mellett először a finn zene történetének legnagyobb alakja, Sibelius szimfonikus költeménye, a Finlandia csendült fel, amelyben a zeneszerző nemzetének a függetlenségért vívott győzedelmes harcát ábrázolta. A Grieg zongora versenyét valaki meghallja vagy meglátja, az rögtön tudja, hogy egy csodával találkozik, és ez Sibelius Finlandiájával is így van. Tehát az Eino Juhanitól nem is kell annyira megijedni, a Rautavaara szimfóniától, mert egy éteri csodálatos gyönyörűség, bár modern zene, de Grieg és Sibelius pedig a romantika csúcsa, az északi romantika csúcsa. A klasszikus zene szerelmeseinek kivételes élményben lehetett részük ezen az estén. Edvard Grieg, Ámor zongora versenyének előadója, ugyanis a fiatal magyar művész generáció kivételes tehetséggel megáldott jeles tagja, Boros Mihály volt, aki egy ország szívébe játszotta be magát, miután 2014-ben megnyerte a Virtuózok komoly zenei tehetségkutató első évadát, majd alig 11 évesen felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rendkívüli tehetségek osztályába, s mára szerte a világban bizonyította rendkívüli kvalitásait. Ez a csodálatos zenemű, tehát Grieg Ámor zongora versenye, az mindenkinek megdobogtatja a szívét valóban, de még az előadóit is. Tehát csodálatos élmény ezt játszani, három zseniális tételről beszélünk, és több egyére játszom már ezt a művet, először Székesfehérváron fogom most előadni, és óriási élmény ezt mindig játszani, és a zenekarral, az Alba Régia szimfonikus zenekarral már másodjára játszhatok most, Bogányi Tibor karmester úrral meg még többször játszhattam. A zenekar következő koncertjének a Szent István Művelődési Házad otthont a Somorjai sorozat keretében Itália hangjai címmel olasz balokk szerzők műveiben mélyülhetnek el a zenebarátok.